Jó reggelt, Magyarország! Hát emberek, köszönöm a száz ezer feliratkozót. Nem. Nem, nem, nem köszönöm meg a 100 ezer feliratkozót. Miért köszönjek meg egy olyan dolgot, ami csak is az én érdemem? De. Ide írta egy, egy csávó kommentbe, ember, mit köszön ezen a százkán? Ez csak is a te érdemed. Kész. És igaza van. Miért köszönjek én bármit is meg nektek? <laughs> Ma reggel, amikor fekeltem, Mondom, megapcsom a gépet, megnézem a kommenteket. Tíz kommentből kapásból he hetet törölnöm kell, meg kibasztom a tulajdonosát. Kész. Teljesen mindegy, mit csinálok, próbálom itt a közösséget, próbálok kics egy kicsit, magyarítani a dolgom. Most volt itt en engedély, meg mit tudom én, kommentelési lehetőség, mikrofonos videók, extra videók, minden kedvetekre tettem, izé minden érted, hogy nem, nem lehet. Nem lehet, mert mindig jön a negatív anyázási része a dolognak. Mindig. Na, elmondom, mondom, hogy mi van a 100k a szub mögött. Elmondom, hogy hogy is működik ez. hogy amikor elkezdtem ezeket a videókat tiltogatni Magyarországon, hirtelen ugye csökkent a feljárkozók száma. Nem azt mondom, hogy kevesebb lett, hanem nem jött annyi, mint amennyi szakott általában. Hát egyértelmű, hogy nem iratkozok fel hogy a csatornáról, nem tudok videót nézni, az egyértelmű, vagy pedig leiratkozok róla. Na várja, oké, okay. nem is érdekelt ez eddig. Csak aztán az volt a gond, hogy olyan 98 ezernél, 99 körül megállt majdnem ez a feliratkozások száma. Az, kéne csinálni valamit, mert nem fogom soha elérni azt a büdös volt százkát, most már nem lesz meg nekem a YouTube táblám, ami bizonyítéka, hogy én letettem volna az asztalra, fizikai bizonyítéka, Na hát, jó, akkor oké, okay, engedézzük a kommenteket, jó, legyen mikrofonos videó, hát ha több feliratkozó lesz. Ha pillanatokat megugrott a feliratkozók szám, eljöttem a százkárt, kész, megkaptam a izét, a kis táblámat, örülök magamnak. És kész, ennyi. Igazából ez volt a lényeg az egész ö, dolognak, hogy, hogy meglegyen a 100k szubasztá utána, hogy mit fog, meg megkapjam ezt a kis táblát, ezt utána már nem érdekel, hogy mi hogyan van. De aztán úgy gondoltam, hogy á, látom, hogy megy ez, megy ez, folytassuk. Ó, mi volt ez? Na, fo hogy folytassuk ezt a dolgot, aztán menjünk tovább a mikrofonos videót. Tényleg, tényleg csak azért csináltam pár év videót, meg izé, hogy, hogy meglegyen a százka, k azt utána azt terveztem, hogy akkor gyorsan bezárok mindent, megkapom, is egy, egy kis táblámat, aztán így, így, szépen kiröhögök mindenkit. De aztán, na, mondom, nem, nem, le nem, leszek ilyen szemét, ilyen, ilyen, ilyen izé folytatjuk a dolgot, tényleg van kommentelés, mikrofonos videó, minden érte. És, és nem az első eset, ugyanaz megtörtént most is, ami ami, annyiszor megtörtént már, hogy már szinte nem tudom megszámolni az ujjamon, de ugye ez a saját baromságom mindig, hogy mindig bizakoró vagyok a társasággal szemben, mindig azt várom, hogy na most talán már megváltoztak kicsit az emberek, most már volt annyi ilyen, ilyen anyázós videó, meg mit tudom én, ahol elhordtam minden, mindent mindenkinek, vagy mindenkit mindennek, hogy most már azért belátják, hogy más már tényleg kezdik azom lenni, ami... de hogy is, de, hogy is? nincs ilyen, nincs ilyen, gyerekek, nincs ilyen. Nincs ilyen. Teljesen mindegy, mit mondok, milyen videót csinálok, mit teszek, az mindig valakinek szúrja a szemét. Teljesen mindegy, érted? Most próbáltam tényleg izé egy kicsit jobban rávenni itt a, a magyar videókra, hogy, hogy ö, tettem fel azt, hogy mit szeretnél látni a csatornán, meg mit tudom én, tényleg az embereknek a kedvébe szeretnék járni, vagy valami. Ah! Nem lehet. Nem lehet. Nem lehet három önálló mondatot mondanom egy videóban, mert egyből jön az anyázás. Ott volt jó a Minecraft. Ez a Minecraftos kiakadásom a modokon. Az 1.8-ashoz egyszerűen nem lehet normális modokat találni. Emberek nem tudjátok elképzelni, hány anyázást kaptam, mert hogy én nem értek a Minecrafthoz, minek kizélek nem értek hozzá. Miért nem értek hozzá, az meg? Érdekes az, 1.7-es, az, az a baj, ezek az emberekkel, hogy ezek balfaszok, és nem nézik vissza, hogy mit, tett, mit csináltam eddig. Vannak Minecraftos videóim, én a Minecraftot nem most kezdtem el ebbe az egy hónap alatt, vagy egy hét alatt szabású balfaszjós kapista. Nem most kezdtem el, te idiót, az faszopó. Van Minecraftból 1.7-es verziótól gameplay-en, basz meg. Meg lehet nézni, amikor szépen felmodoltam a játékot. Ugyanúgy a shader pakkor, a craft guide-ot, mindent feltettem hozzá, és működtek a modok. Erre meg megmagyarázza, hogy nem értek a játékhoz, most itt. Mert a balfasz nem nézi vissza, hogy eddig milyen videóim voltak, érted? Ha látná, hogy volt egy 1.7-es verziós videóm, ami szépen fel volt modolva, komplet modlista volt minden, és minden működött, akkor nem írtam volna ezt a baromságot ide, hogy én nem értek a játékhoz. Maga a játékban, a kraftási dolgokhoz valóban nem értek egyértelműen, hogy nem, nem tudom fejből, mit hogyan lehet csinálni. Ez oké? Okay? Ezt, ezt elismerem, de hát most e nem így működik, hogy fogom azt megjegyzek, Izé, több százezer receptet az, meg, nem így működik. Nem, én kifejezetten a modoláshoz nem értek, meg volt ott magyarázva nem értek hozzá. Érdekes módon nem értek hozzá. hogy a picsában mi 1.8-as mód, ami kijött az 1.8-hoz, az meg érdekes módon mégiscsak működik a játékkal, akkor hogy, nem értek hozzá, nem, nem értem. Tehát ez, ne, nem, nem, értem a logikát, hogy hogy vannak ilyen balfasz, mocskos, faszopó hülye gyerek emberek, hogy látja azt, hogy az 1.8-as verzióhoz, ami kijött mod, azt mégiscsak tudom használni, de ami nem jött ki az 1.8-ashoz, azt meg nem tudom használni. Persze nem tudom használni, mert nem működik vele, idióta fasz. Hát ebben gondolkodjál már egy kicsit baromarcukám. Hogy lehetsz ilyen izé, hülye. Tényleg annyi balfasz van emberek, el nem tudjátok képzelni, mennyi idióta balfasz van. Ú, nem, nem tudom melyik nap volt, hát egy nagyon jó kis történet megint. Sokál, mondjuk átnézem, milyen kommentek jönnek. Látom egy gyereket, nem tudom melyik videóhoz írta, talán nem is érdekelt annyira. Beírta, hogy a videó jó, vára, hogy is volt, hogy a, a videó jó lett, de a de a készítője szar, vagy valami ilyesmi. Vagy nem is a készítője, hogy valami ilyesmit, a lényeg az, hogy szidott, mint az állat. Hát ez volt a lényeg. Fölmegyek a csatornájára, mondom, megnézem, hát megnézem, hogy ő milyen videókat csinál. Ó, látom, vannak videói, na, na akkor nézzük meg, hogy ő hogyan csinálja. Felmegyek. Fú, hát amit láttam, hát <laughs> nem tudtam, hogy most ezt komolyan gondolta, amit írt, vagy, vagy csak poén volt, de szerintem kurva komolyan gondolta. Úgy képzeljétek el, hogy egy ilyen kis 15 éves gyerek lehetett kb. Fülessel mindennel, félmesztelenül, megmutatja, hogy ilyen kis vékony kis gyerek, félmesztelenül, vékony hanggal természetesen, ott ül a kamera előtt bevágja az arcát, de nem is a videó jobb felső vagy bal felső sarkában, hanem valahol a képernyőnek majdnem a közepére, bevágja a kis fejét, és akkor nyomat valami kis gagyifasz, semmire való játékot érte. És közben a vékony hangjával pofázik, de olyan bénám van megcsinálva, hogy hát én csukott szemmel jobbat csinálnék ezerszer, de mindegy. A lényeg az, hogy full bal van az egész megcsinálva, össze vissza van vagdalva, nem lehet érteni néha, mit mond, olyan fosa minőség, meg ilyenek, és 10 hónap ezelőtt is tett fel videót, tehát veszi fel a videókat, van -e videója, ami tíz hónap ezelőtt tett fel, és kemény tíz megtekintés érkezett rá. Tíz megtekintés tíz hónap alatt. Ilyen gyerek jön ide az én csatornámhoz megmagyarázni, hogy én szar vagyok. Ilyen gyerek jön oda. Innentől fogva, mit gondoljon az ember a társaságról? Hogy ilyen no-name senkik, bazd meg akik még, nincs neki ezer nézettsége, az meg évek alatt a csatornáján érted. De ő megmondja, hogy én szar vagyok. Ő mondja meg nekem. Mert bevágta a kis kamerás arcát oda az a izébe. kis, vékony kis szaros testét, bazd meg oda. Megnézte a videót, bazd meg röhögtem ezerrel. Hát mi, 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 a, mi, a tököm? Ez, ez akarja nekem megmondani, hogy én szar vagyok. Ez. <laughs> olyan bazd meg, amikor, ilyen nincsen. Ilyen nincsen, bazd meg, és mégis van. Ez egy ez tipikus olyan nincsen, amit, ami mégis van dolog. Nem is gondoltam volna, hogy valaha egy ilyen fog nekem beszólni. Hát komolyan, gyerekek, azért, azért hogy tudtok, na, azért, ha kommentelik, akkor magyar, abban tökéletes. Az tökéletes baz meg a magyar, hogy flame indítson az összes sort fórumon, baz meg, amire ez hozzányúl. Mert azok vagytok flame ahova beteszi a magyar a lábát, ott csak anyázás van, meg egy, egy más szidása. Mindenhol, Youtube-on, fórumokon, teljesen mindegy, hova megyek, mindenhol ezt látok. Legyen az akármilyen oldal. Ahol én látok valami magyar kommentet, arra tudja, hogy valami egy másik komment, arra egy harmadik, és már az egész anyázásba torkolik. Teljesen mindegy, hol megyek. Fórumon, mindenhol ez van. Ahova a magyar beteszi a lábát, ott kőkövön nem marad a fórum topikban. Teljesen mindegy, hogy milyen no oldal. Mindenhol meg van magyarázva. Minden. Ember olvassa a szöveget, érted? Ó, oh, ez, ez, okos, mert jót írt. Erre jön egy másik, amelyik tök mást mond. Jó van, az is okos. Erre jön egy harmadik, ami megint tök mást ír. Pff. Mi van itt? Most akkor, akkor most ki az okos? Vagy, vagy ki a muta? Vagy most hogyan működik ez? Egyszerűen a fórumok arról szóltak régen, mert régen még talán működött, hogy felmész és tanuljál, vagy valami érted. Kérdezzél vagy valami. Most arról szól az meg, hogy kinek van nagyobb pofája a fórumon, ki tud nagyobbat írni, kinek van erősebb számítógépe. Erről szól a magyar fórumozás, gyerekek, meg lehet nézni. Ekkora betűkkel ki kell írni az aláírásodba, hogy milyen számítógéped van, mert nem írod ki, akkor egy senki vagy. Kész. Hány ilyen kamu izét láttam én már, ilyen kamugépeket, gépeket, amik kik voltak írva ki a Ilyen izéje eseli, olyan eseli, mit tudom én, aztán akkor bejött a topikba, alvány lila finger, nem volt róla, mit tud az a videókártya. Te neki már olyan kettő is van, meg három is. Ez, ez a magyar fórumozásnak a színe java az meg, amit ti levágtok itt az interneten. Szégyelhetnétek magatokat, bazd meg. Szégyelhetnétek magatokat. Hogy nem bírtok parancsolni a kezeteknek. És akkor várjál, várjá, csodálkozok rajta, hogy vannak fórumtopikok. meg még ilyen random, nemrég találtam egy olyan random oldalt, mondom, életem nem láttam még ezt az oldalt, és ott is én vagyok a téma, az meg az egyik topikba, vagy nem is tudom, hogy külön izé van-e hozzám, vagy nem, nem. Lényeg az, hogy tök no-name oldal érted, hol már én nem láttam még, azt tudtam, hogy létezik ilyen oldal, és ott is én vagyok a téma. És, és akkor izelen, hogy persze, hogy én vagyok a téma, de miért? Miért én vagyok ott a téma? Azért emberek. Mert tudják jó, hogy a videóim alatt nem lehet, nem lehet rólam témázgatni. Tehát nem lehet ilyen anyázásokat megélni. Hát mit csinál az ember, ugye? Mivel a magyar nagyon találékony, fogja magát, és akkor elmegy egy olyan alternatív helyre, ahol lehet erről beszélni. Tehát esetünkben csinál egy weboldalt, vagy csinál egy fórum topikot, ahol én vagyok a téma. Mert neki, neki, le kell írnia azt, amit gondol. Ő nem, nem tehet ugye egy napja, hogy ő ne írja le, hogy tirexi ez, meg az, meg amaz. És akkor olyat ír, várja, olyat ír a gyerek, hogy az bírja a legjobban nézni, amikor kiakadok a tíz éves kommentelőkre. Az bírja nézni. Azon röhög, hogy én ki, hogyan kiakadok a tíz éves kommentelőkre. Kíváncsi vennék, hogy az ő csatornája. Jó, hogy nincs is YouTube csatornád, jaj, bocs! Nem szóltam. Olyan, mindenki olyan rohadt könnyen beszél, hogy hát így kell, nem bírod a kritikát, együtt kell élni ezzel, mindenki olyan rohadt könnyen beszél, de aki ezt írta, rámentem a csatornájára, vagy nem volt egy darab videója sem, vagy ami volt is, megnézték neki tizen. Hú de kúra könnyen lehet beszélni erről, ugye? Tegyél le valamit az asztalra, mutasd meg, bazd meg, hogy el tudod kezdeni a nulláról, ugye, én. Sokan azt mondják, hogy ha, sokat köszönhetek itt a magyaroknak. Te elmondok egy titkot, jó? De csak neked. Most itt te, te vagy itt a, a videónak a hallgatója, mert most kép nem igen lesz. Te vagy itt a videó most nézője vagy hallgatója. Elmondok neked egy titkot. Nekem van egy alternatív csatornám, ami nem ezen a néven fut. És érdekes módon, bazd meg, már ott ilyen 60 ezeres nézettségem van. Egy videóra több nektekintésem jön, mint ezen a csatornámon, érted? Nincsen mikrofonos videó nincsen arcmutogatás benne, csak is kizárólag szintiszta gameplay. Ahogy azt kell. És érdekes módon mégis bazd meg három, meg négyezerig elmegy ott is a nézettségem. Hogy a picsába? Hogy a picsába bazd meg? Most bizonyítottam be, hogy én harmadszor is el tudom kezdeni a nulláról. De van olyan, -e, akik már egy éve megvan a csatornája, és nincs neki ezer nézettség összvisz. Én meg el tudtam kezdeni harmadszor is a nulláról. Hogy a feszomba van ez? Biztos én vagyok a béra, nem? Hát komolyan mondom, emberek, de ez direkt csináltam egy csatornát, érted egy másikat, hogy, hogy megnézzem azt, hogy el lehet -e kezdeni újra. Hogy, hogy, hogy kinek adjak igazat, hogy, hogy, már pedig nem lehet meg, már pedig így meg úgy. Meg, meg hogy a magyaroknak köszönhetem ezt a nézettséget. Érdekes, egy büdös magyar megtekintés, egy büdös magyar komment nincs azon a csatornán, és mégis bazd meg, 3 három meg négyezrel megnézik a videókat rajta. Hogy a picsába? Meséld meg ember, hogy a picsába? megnéztem a statisztikát. Minden egyes YouTube csatornán meg lehet nézni a statisztikát. Alig van neki magyar megtekintése. Feliratkozója meg pláne nincsen. És érdekes módon mégis van megtekintésem. Akkor mit köszönhetek én a magyaroknak, ember? Mi? Megmondom, hogy mit köszönhetek nekik? Mit? Hamis akkuntokat. Össze-vissza a felrakott fikázó videókat, meg ilyeneket. Ilyeneket köszönhetek a magyaroknak de nem megtekintés, megtekintés, az a baj, halvány, lila, fingod nincsen arról, hogy az én csatornámnak milyen megtekintése van. Azért, mert random vagy, és nem nézel meg minden videót, és ez a nagy bajotok nektek. Hogy nem néztek meg minden videót. Hogy a picsába van az, hogy egy Witcher videót megnéznek 3000-en, egy Killing kettő 2 videót meg megnéznek 2000-en. Mikor van 100 ezer feliratkozóm, hogyan? Hogy a picsába van ez, hogy ezerre kevesebb nézettségre egyikre, mint a másikra? Ez az, mert szelektálsz, és nem nézel meg mindent. És a te problémád. Mert vannak olyan videók, ahova beszoktam írni régen a megtekintéseket, meg a százalékokat, ország szerint, hogy ki mennyit néz meg, hogyan nézi a csatornámat. És lehet, hogy te pont azt a videót nem nézed meg, mert neked nem tetszik a videónak a címe, meg nem érdekel. És utána meg jössz pofázni, hogy már sokat köszönhetek a magyaroknak. Nehogy köszönhetek, ne, 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 gyerekek, ne, ne csináljuk ezt. nem köszönhetek én semmit a magyaroknak. A fikázó videókon kívül, meg ilyeneken kívül. A fórum topikokjaikat, meg az ilyenek, De ezeket köszönhetem a magyaroknak. Mi azt mondja, hogy köszönöm magadnak, hogy miért köszönjem magamnak. Ti el az egészet ember. Átlagos gameplay maker voltam, egy átlagos gameplay készítő, elkezdtem videózni, kész. Az egész mi a, az egész utána lévő dolog már a ti saratok. Nem az enyém. Nem én kezdtem el anyázni másnak a csatornájam, hanem ti az enyémet. Nem én kezdtem hamisak kuntokat gyártani, hanem ti. Nem én beszélek rólatok fórum topikokon, hanem ti rólam. Nem én anyázok ilyen apa, hanem ti. Akkor mit kezdtem én el? Miért, miért magamnak köszönhetem, hogy most van? Nem magamnak köszönhetem, barátom. Nektek köszönhetem, hogy most van. Hát ilyen balfaszok vagytok. Nem bírjátok elviselni, hogyha másoknak megy a, megy a szekér, mi? Nem bírod elviselni. Nem. Magyar virtus, ez. Ezek vagytok. Ezek. Szállalmas, csürhe. És akkor most megint újra izéje feljött az a, hogy ugye... Most a Youtube nem tudom miért egy ideje, elég tényleg kurva lassan konvertálja át a videókat. Nem tudom, ez, ez most csak ebben az évben kezdődött el. Eddig tényleg baromi, felment a videó, rá pár percre már volt legalább 720p HD felbontás. Most az meg a Witcher 3-ra fél napot vártam, mire egy órás videót átkonvertált, érted, HD-be. Majdnem fél napot kellett volna várni rá. És akkor természetesen megint mik jönnek, megint jönnek azok, hogy miért ilyen szar a minőség, miért csak 360p, miért csak ez, miért csak az, blablabla, bla, bla, megint jön a a szövegértet. Van fent 2500 videónál is több már. Nem is tudom, már mennyi, 2500 videóm. Talán egy vagy két videó van, ami nem HD. Az összes többi, vagy 720p, 1080p, vagy a fölötti felbontású videó. Nem hiába, direkci HD, ott a HD a nevébe érted. Az akkumnak a nevébe. És akkor beírja, hogy miért csak 360p, meg hogy én csak 360p-ben látom a videót. Miért írod be te balfasz Jóska? Miért írod be? Miért? Tudod, jó, baszd meg, hogy az összes eddigi videóm HD. Akkor mi a túró faszáért írod be, hogy az miért 360p csak? Kibaszkodom mindet. Aztán írogassam másnak a csatornán, itt nem fog ilyet írogatni. Hát de hogy lehet tetszik a bal fasz, ha látod, baszd meg, hogy a többi videóm meg HD, és akkor ilyeneket beírogatsz. Miért írogatod be? Miért jó az, ha beírod? És akkor várjál, kiírtam azt, hogy aki ezentúl beírja, hogy miért ilyen szar a videó, tehát miért ilyen kevés a felbontás a videónak, az kibaszom. Egyből bazd meg, rá a következő videóban már tele volt jelekről, miért csak ha, 360 p Azért is érted, nem bírja ki, azért is beírja, hogy már csak azért is megmutassa, hogy ő meri beírni, hogy őt nem érdekli, hogyha kibaszom. Jó, hát aki ír be, azt a kibaszlak, kész, akkor többet nem kommentelsz ide. Hát nagyon egyszerű. Ez szóval marhára fontos volt azt neked beírnod, érted? Lehet, hogy életében nem látott még egy darab videómat, kivételesen ezt megnézte, pont kivételesen ez a videóz volt odaírva ez a dolog, és azért neki is be kellett kommenteni, már, már csak azért is, hogy ő megmutassa. Akkor most megmutathatod, más csatornán most már lehet megmutatni. Egy sem vazd meg, ezt a szállalmat, amit folyik most már tényleg. Fufu, gyerekek, komolyan mondom, azt hittem, hogy ennél nem tudtak mélyebbre süllyedni, de tudtak. Olyan szinten tudtak, ki, hogy az valami elképesztő. Most itt, pont most ma reggel, ja, ma reggel volt a komment, amit töröltem a francba, hogy a, volt ez a gépház unboxing videó, azt az egyik emberke, hát ugye nem tudom, az akkord mögött ki van, egyik emberke, nem mondom azt, hogy gyerek, egyik emberke írja azt, hogy, hát, hogy, 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 hogy izé, gépház helyett, meg végig a helyet, meg minden helyet vehetni most majd légkordít, és akkor nem lenne az, hogy gépházakat, hogy se meg mit tudom én. Tehát megmagyarázta a dolgokat, szokás szerint persze, hát mindent jobban tud, ugye egyértelmű. Na már most ember, ugye csak leírtam neki a dolgot, már emlékszem, mit írtam rá, mert annyira, annyira nem tud érdekelni ez a dolog, hogy annyira no valaki valakik ezek, hogy nem, 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 is érdemes vele foglalkozni. De egyszerre fogni kell kikötölni a kommentjét, ezt a visszalátást, nem kell vele foglalkozni, mert a saját csatornában nem kezdnek el vitatkozni tök random idegenekkel. Mert nincs értelme, érted? Tehát nincs értelme. Úgyis neki lesz igaza, teljesen mindegy, hogy én mit írok. Akkor is neki lesz igaza, mert az emberek véleményét nem lehet megváltoztatni. Ha egyszer érte azt, akkor azt úgyis is gondolja kész. Általában ez mindig így szokott lenni. A lényeg az volt, hogy ő, ő, utána elmondtam neki, hogy mi hogyan, miért van, hogy mindenek oka van, hogy miért ez van véve, nem az van véve, stb. stb. És akkor elhordtam mindennek, hogy ezt nem tudod felfogni, akkor izé, gyerek vagy, ha meg felnőtt vagy, akkor meg csodálkozom rajta, hogy nem tudod felfogni meg minden. Aztán ő beírta, beírta hogy ő egy 31 éves ember, és napi 12 órát dolgozik. Hát aki 31 éves, és egy szaros gameplayeket nézeget, meg ilyeneket, és ő 12 órában dolgozik, de neki akkor még van ideje itt vitatkozni vele a saját csatornámon, hát akkor azt megnézném, hogy az mikor 31 éves, még mikor dolgozik annyit. Ha annyira van ideje, az meg, hogy az én csatornám, vi, csatornámon vitatkozzon ilyen random baromságokról. Tehát elképesztő, hogy, hogy emberek baz meg, hogy, hogy hogy ráérnek ilyenekre, hogyha egyszer, tehát nem, nem, nem is értem, hogy ezt, ezt hogyan, hogyan is Működik, hogyha rohadt elfoglalt embernek, hogy a picsába van mégis ideje az én ö, ö, videóimat nézegetni, meg, ö, meg velem vitatkozni, érted, meg velem most megmondani az ő izéjét. Az ő kísérlet látását rám erőltetni. Mert hogy inkább vettem volna a a gépház helyett. Meg, vagy hát végé a helyet, mert abból pont kijött volna egy jó légkorni. Persze, csak akkor meg végé nem lenne ember, nem így működik ám mert akkor, és akkor utána beleszólt, mert a Youtube-os pénz meg így, meg új. Holvány, lila, Fingor nincsen arról, hogy én mennyit keresek a Youtube-on, barátom. De ha elmondanám, gyanítom, hogy leesnél a székedről, de inkább nem mondok semmit, jó? Mert a szerződésben ben van, hogy ebből nem beszélhetek. De inkább nem mondom el. Sokan itt azt hiszik, hogy anyuci meg apuci veszi neki a dolgait, aztán az, azzal menőzik az interneten. Barátom, te semmit nem tudsz rólam. Azt hiszed, hogy ismersz, kurvára nem ismersz. Fingor nincsen arról, hogy mi hogyan van az én családomban, meg mi hogyan működik, meg hogy melyit keresek itt, meg ott, meg hogyan. Halvány lila Fingor nincsen, csak azt hiszed, hogy tudod. Az agyad átver, a saját elképzelésed átver, érted? Saját magadnak hazudsz. Azt mondod, hogy tudod azt a nagy lófasz, nem tudsz te semmit se róla de mert tudom, hol laksz, meg tudom a nevedet. Jaj, nem elég, jaj, igen, 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 jött ilyen kommentelő, hogy ja, én tudom, tudom ám én hol laksz, meg tudom ám a nevedet, meg minden, meg írtam a nevet, meg a szímet, meg mindent, érted? Oké. Okay. Tud Tudd, hol lakok, tudd, mi a nevem. Na de, akkor most én kérdem tőled, te nagyon-nagyon okos gyerek, hogy te tudsz róla mindent. Akkor miért nem vagy itt a házam előtt, és teszed, amit kell? Miért csak az internet mögött pofázol? Ha annyira tudjátok a nevet meg azt, hogy hol a. Miért, miért, nem láttam az elmúlt nem tudom hány év alatt, nyolc év alatt, vagy hány év alatt, amióta csinálom ezt az egészet, egyetlen egy ember se itt a házam előtt, aki megmagyarázta volna a dolgokat. Vagy ide jött volna izélni, pofázni. Miért nem jött nyolc év alatt senki se ide? Érdekes módon, minden tudok rólad. Hát gyere, várlak. Szóljál, hogy jössz, vagy nem is kell szól, hogy gyere ide! Mindenki olyan, olyan okos. mindenki minden, mindenről tud, csak éppen hát, hát nincs autóm, ja hát túl messze vagy, hát én ismerem ezeket a szövegeket, nem kell megmondani. Nem kell. Ismerlek titeket, hoho, -ho, jobban, mint azt gondolnátok. Olyan nagy a szálltok, mint a kurva isten, de amikor bizonyítani kell, akkor meg mindegyik eltűnik. Hova tűntek el, szájhős barátaim, hova? Amúgy meg, ha ide is jönnél, mit tudnál csinálni? Most őszintén, gyertek ide a ház elé, mit fogsz csinálni? Becsöngetsz? Aztán akkor mit nyersz vele? Mit fogsz csinálni? Ha be akarsz jönni, úgyis kívom rád a rendőrséget, barátom. Hát nem így működik, csak fogom azt bemegy valaki ez. Hát azért mondom, hogy olyan rohadt vagytok, csak aztán rájöttek, hogy mi nem úgy van, ahogy elképzelitek. Jaj, gyerekek, jaj, gyerekek, komolyan mondom, az meg. Szállalmas, amit az interneten műveltek, az összes egytől egyig bazd meg amik így, így áll hozzá a másik embernek a dolgához. Egyszerre röhely nézni, hogy mit műveltek az interneten. Hamis akkuntoktól elkezdve a, a fórumoktokon keresztül, a, amit levágtok a, a Youtube-on, kommentekbe, mindenbe bazd meg. Csak röhögni lehet rajtatok komolyan. Mert sem más, mint csak vergődés, amit csináltok. Érted? Nagy vergődés. Nem érti el, vele még jó formán semmit se. Hány év alatt? Évek alatt nem értél semmit se vele. Va, random ide jön egy gyerek, akkor meg azt hiszi, hogy majd mindent megváltoztat. Mit változtatsz meg? Semmit se. De azt bírom, hogy megmagyarázzák, hogy azt nem így kell, azt nem úgy kell a játékban, izé, milyen béne vagy, izé, de bizony be akkor, érted? Bizony be ember, hogy te jobban csinálod. És akkor erre mindig az jön, érted? Mindig az jön hogy, hogy mert én nem csinálok videót, meg, meg nekem azon nem kötelező feltenem videót, hogy megmutassam, hogy, hogy izé. Miért nem? Dehogy nem. Én akarok tanulni tőled. Te megmondtad, hogy én szar vagyok, oké, okay. én szeretném látni, hogy te hogyan csinálod, hogy én tanulhassak tőled, hogy, hogy tényleg hogyan kell jól csinálni egy-egy dolgot, mondjuk egy, egy, egy minecraft ba vagy egy witcher -be, vagy akár, akármibe. Mutasd meg! Csak akkor erül ki, hogy hát azt se tudom, hogyan kezdjen neki a videófelvételnek, ugye, nincs mikrofonja, kezdjük ott, a hangját nem vállalja föl, nincs meg neki a játék, de ő megmagyarázza. Most, most ilyen emberekre szerintetek, ilyen embereknek a szavára adni, vagy, vagy nem, nem, nem is tudom, hogy, mit mondjak erre. <laughs> Tehát komolyan, hogy... hogy... Egyszer röhely a társaság, röhely, nagyon röhely. Úgyhogy saját magamat ö, üzélhetem most megint azért, mert a kommentet, és, és megint ott tartunk, ahol a part szakadt, hogy az engedélyezés után egy pár hétig ment minden faszán, talán egy hónapig is, aztán most megint kezdődik. Megint nem telik el úgy egy óra, lassan már, hogy ne bassza ki valakit valamiért. És akkor erre biztos az jön. Figyelj, na most elmondok neked valamit. Tudom, hogy te mindenre tudsz válaszolni, ami elhangzik ebben a videóban. De elmondom neked, hogy a te válaszodra én is tudok válaszolni. Ugye? Itt kezdődik a fórum, itt kezdődik a flame bar. Az a tipikus magyar flame bar. Amikor mindenki tud mindenkinek a, a kommentjére valamit válaszolni. A írd le, írd le a kis üzenetet, a szövegedet. Hogy mit gondolsz erről? Én is tudok ráírni valamit. Én is tudok ráírni. Utána te írsz az enyémre, utána meg megint tudok ráírni. És ez így fog menni, az meg addig, amíg valamelyik meg nem unja. És általában én szoktam megunni, mert nem fog senkivel, senki no-name vitatkozni a saját csatornám alatt. Mert nem. Minek vitatkoznak én itt tök random idegenekkel? Mikor semmi pozitív nem fog kisülni belőle nem fogom azért 10 forint olcsóbban kapni a kenyeret, mert itt ne kell vitatkozni veled valami olyan dologról, ami egyrészt biztos, hogy valami nevetséges baromság. Tehát, euh, úgyhogy, euh, komolyan mondom, amit folyik, ki. Teljesen mindegy, hogy mit csinálok, hogyan próbálok a kedvetekbe járni, hogyan izé, milyen stílusban rakom fel a videókat, ott a mikrofon minden. Nem, nem lehet. Anyázás, anyázás hátán. Ez megy. Ez megy. Éj, éj, éj ott volt, amit írtam is a, a, az, az unboxing videóhoz, hogy először nem akartam megcsinálni az unboxing videót, pont ezért, mert megint elkezdtétek a kommentbe velő, a komment és pont ezért nem akartam igazából videót csinálni belőle, mert egyszerűen nem érdemlitek meg azt, hogy egy másodpercet is rászálljak arra, hogy te megnézd azt, hogy én, hogy én mit vettem, meg mit akarok előadni, meg ilyenek. Nem vagy rá érdemes, tudod? Tudja jó, kinek szól megint az lesz, hogy majd leszittom mindenkit. Nem, barátom, el vagy te tévedve, el vagy te tájolva. Nem mindenkinek szól ez. Tudja jól mindig, hogy kinek szól ez a szöveg. Mindig tudja mindenki. Csak te nem tudod, mert te egy kalap alá veszed magad a többiekkel. És hogy gondolkozol, hogy egy kalap alá veszed magad a többiekkel, akkor te is ugyanolyan rossz vagy, mint a többiek. Az vagy már nem az én gondom, hogy te ennyire alábecsülöd magadat. Ha, miért az én gondom? Az nem a én gondom, az már. A már te saját balfasságod. Szóval, hogy összességgel elmondjam, hogy uh, mi, mit is akar ez a videó. Ez a videó igazából azt akarja -e megmondani, hogy akkor most befejeztük a kommentelési részét a dolognak. Sőt, úgy érzem, hogy akkor a, a, akár a mikrofonos videókat is be kéne fejeznem, meg a végjátásról, mert fölösleges. Fölösleges. Hát miért csinálják végjátszás, hogyha alig nézik egy, alig nézik? Elmegy az idő, mert a szaros végjátszásokra, holott az új játékok már jönnek ki, azokból meg nincsen videó megint. Holott abból lenne inkább a megtekintés. De az volt a lényeg, amit mondtam először, hogy azt akartam, hogy elérjem a 100k szubot, azt utána megint lezárni mindent. Azért engedélyeztem újra mindent a csatornán, hogy meglegyen a 100k szub. Aztán úgy gondoltam, hogy jó, akkor mehet tovább. De így most. Most, hogy látom, hogy megint ez valamire, amire mindig, mindig ugyanez van, mind teljesen mindent hányszor van, újra van a kommentelés, mindig ugyanez van. Mindig jön az anyázás, mindig jön az én meg, majd megmondom, stb. Úgyhogy akkor az lesz, mint amit elterveztem, hogy szépen befejezzük a mikrofonos videókat, befejezzük a kommentelést, aztán kell lehet menni leiratkozni. Most már megkaptam a kis izémet, a kis keretezett kis szaromat, most már nem érdekel, hogy leiratkozok. És visszamehetsz most már 90 ezer, engem azt se érdekel. És tudod mi a poén? Hogy te le iratkozni, akkor is ugyanannyi megtekintésem lesz, mert tudom, hogy vannak olyan emberek, akik nem bírják ki, hogy ne nézzék meg a videómat. És te még azt is megmerem kockáztatni, hogy megcsinálom azt, hogy az összes videó, videó alá odaírom, hogy mikrofonos videó, és mégsem lesz mikrofonos videó. Már csak azért is, mert én ilyen rohadt szemét vagyok. Olyan, mint amilyen, amilyen te vagy a kommentekben. Na, ugye milyen jó érzés lesz, amikor és átvernek? Vagy mégse? Mégse mikrofonos videó. Tehát ki, ki, e, ki ez fogsz menni, panaszkodni, Juncihoz? Vagy ki ez? Meg itt próbálok minél jobb minőségben, meg mit tudom én feltenni a videókat. Mi a töké? Mi a töké, szopassam saját magamat? Tovább tart a konvertás, tovább tart az izé a videó feltöltése. Ugyan már lebutittam az izét is, a minőséget is. Hát nem az a lényeg. A megtekintés lényege, ami rám megy, érted, meg a izé, meg a bevétel, ami abból a videóból jön. Ez a lényeg. Ez, ez, ez a jutobadásnak a lényege most már. Régen nem ez volt a lényege, most már ez? Ahogy nézem, most már ez a lényege. Felregisztrálsz, és akkor rá 20 perc múlva már ott van a csatornád alatt, hogy PayPalon támogassá meg ilyenek. Nekem még egyszer nem látta olyat a csatornám, hogy én ilyet kiírtam volna, hogy valaki is támogasson engem pénzre. Soha nem láttál te még sehol ilyet. De vannak olyan, hogy felregisztrálnak, feltesz három Minecraft videót, és aláírja, hogy támogassál paypal -nal. Mit támogassal? Azért, mert feltettél három kibabaszott Minecraft videót, ami lehet nem is a tiéd, hanem úgy loptad másiknak a csatornájáról. Mert már ez a, ismerem ezeket a dolgokat. És én támogassak téged. Én. Nektek kéne engem támogatni, az, meg, hogy vegyél, hogy tudjak unboxingokat csinálni valamiből de én nem kérek ilyet tőled. Soha nem is kértem. Egyszer-kétszer bejöttem poénból kommentekbe. Ennyi. Az évek során. Ha valakinek felregisztrál, aztán már azt írja ki, hogy Paypal-on támogassa. Hát azért nevetséges, nem? Most is azon a gyerekemből kizé, hogy időt is, hogy leszorozott, aztán rámentem a csatornájára, csak szörnyűködtem, mert minden egyes videója láttam. Össze-vissza van vagdalva, meg minden van, nem tudom, hogy ki volt, de most komen be kéne linkelnem nem csak, hogy melyik volt ez a gyerek. Egyszerűen szállalmas, amit művel a YouTube csatornáján, és ő mondja meg, hogy én szar vagyok. Én szar vagyok a 2500 videómmal, a 100 000 meg a 97 milliós megtekintésemmel, én vagyok a szar. De ő 10 hónap alatt megjött 10 nézettsége egy videóra. És akkor én vagyok a szar. Hát barátom, én nem tudom téged honnan szalasztottak, de valami a kurva gyorsan te akarod az internetről szerintem. Még mielőtt még, még, még megteheted. Öcsém, ez meg. a hely. Akkor, amikor vannak ezek a logikai videók és ha valamit nem tudok érteni, nem jövök rá elsőre, akkor megint jön az, hogy ugye, már mekkora balfasz vagyok, hogy még ezt sem tudom meg hogy ugye, ezek, ezek jönnek. Ha felmegyek a csatornára, megnézem, hogy ő hogyan vitte végig a játékot, felmegyek, jaj, hát nincs is rajta videó, csak lájkolások, meg kedvelések, meg De, tudod mi a poén? Az a poén, hogy hogy ezek az emberek, akik nekem beszólnak, azoknak az 50%-a másnak is ugyanúgy beszól. Tehát nem csak én vagyok most itt konkrétan megtámadva a komment részben, más is ugyanúgy. Tehát ugye az én beszólóimnak az 50%-án felmegyek mindig a csatornájára, vagy a, a Google Plus szakkontjára, és ott lehet látni, hogy hova írt eddig kommentet. Az 50 uk meg másnak is ugyanúgy bepofázik. Másnak is. Ugyanúgy beszól. Ugyanúgy leanyázza azt is, teljesen mindegy. Tehát te azt, hogy most én ilyen központi szuperizé ellenség vagyok, meg ilyenek, meg, meg csak én vagyok megtámadva. Nem. Más is ő, hogy meg van támadva ezekkel. Nem egy magyar youtubos hagyta azért abba az egészet, mert a kommentek miatt. Mert a kommentek be nem hagyták békén. És ő abba hagyta, le is törölte a csatornát. Nem egyszer kezdte újra névváltoztatással. Jó pár embert ismerek ilyet, aki ezt csinálta. Ahhoz képest én még nagyon is kitartottam eddig itt, ha jól tudom, az évek során. De higgyétek el, hogy nem azért, azért vagyok még itt, mert annyira akarok nektek videó, videókat feltenni. Tudjátok jó, hogy nagyon jól, hogy, hogy én miért vagyok még itt ezen a rohadt Youtube-on. De hadd had ne kelljen kimondanom ezt a pár szót, hogy miért nem vagyok, miért vagyok én még itt. Inkább nem mondom ki. Mert akkor abból megint így lesz kétheti... Ö, fórum téma lesz, hogy én ilyet mertem mondani az interneten. Úgyhogy inkább nem mondom ki, hogy én miért vagyok még mindig itt a Youtube-on. Hidd el, hogy nem azért, hogy neked örömet szerezdek. Hidd el. Meg nem azért, hogy a gépemet letelhelyem naponta, hogy videókat csinálgassak vele. Nem azért. Teljesen más. Olyan. Csak te halvány a fingod nincsen az egészre, az a baj. ha nem látsz bele a dolgok mögé. Csak azt látod, amikor megnézel, a három utolsó videót megnézel, és lesz leszülöd abban, hogy nekem nincs nézettségem. Ha ott a csatornámra rámen a névjegyre, akkor meg ott virít, ott, virít, hogy 97 millió megtekintés. Csak te látod az utolsó három videót, csak arra is kibazdabasztott lusta, vagy baz meg tipikus magyar lustaság, hogy megnézzél valamit baz meg egy kicsit is. Hogy kattintsál egyen, egyet, odé, vagy kettőt. Ez ugye az, amikor valaki beírja, hogy legyen ebből meg abból videó. Ott a csatorna keresi Beéri Beírja azt a kibaszott izét, hogy mit akar megnézni, nyom egy entert, és kiadja neki, hogy van-e videó, vagy nincs. Ennyi lenne az egész. De nem, ő inkább beírja, megvárja, amíg válaszolsz neki. Ez tipikus, bazd meg. Az összes fórumon mindenhol ezt látom. Inkább beírja a helyet, hogy szépen begépelni a gépbe, inkább megvárja, amíg valaki válaszol neki. A hogy ő googli rákeresne a dologra. Inkább megvárja. Az meg komolyan mondom, én csalám, hogy ez a társadalom még fenn van amúgy. Tehát én, én csalám, hogy, hogy, még egyáltalán Magyarország létezik. Itt most nem mennék bele a politikai részébe is, de ahogy most látom itt a dolgokat, hát családom, hogy még mi létezünk. Komolyan. Vicc különben. Komolyan mondom, egy nagy vicc. Az egész. Nem csak a Youtube kommentes, az egész ország egy nagy vicc. Ja, úgyhogy akkor ezzel a videóval be is zárnám a kommentelést, és úgy gondolom, hogy akkor a mikrofonos videóknak sincs értelme, bár igazából a mikrofonos videóknak pont az a lényege, hogy, hogy én mondok valamit a, a videóban, és arra te válaszoljál, vagy valami, vagy, vagy mondd, hogy te hogy látod a dolgot, vagy ilyesmi, tehát az a lényege ennek az egésznek. Tehát az egyik nem élhet a másik nélkül. Ha nincs kommentelés, akkor mi a töknek legyen mikrofonos videó? Ha, mi, ha nincs mikrofonos videó, akkor minek, mi a töknek legyen kommentelés? A videókat nem fogom letiltani országról, mert azért annyira nem baszok ki az emberekkel. Ja igen, tényleg volt ez a botrány is, igen, igen, hogy, hogy letiltottam Magyarországról a videókat. De oda se láttak be az emberek igazából, hogy miért volt. Se másért nem volt, mint hogy megint az elfelejtett direkció egy kicsit a központba kerüljön. És bevált. Megint én voltam mindenhol a téma. Kész. Pillanatok alatt megint jött a nézettség. Pillanatok alatt jött megint a, 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 a feliratkozók száma. Ennyi. Show business, bazd meg, show business. Tudod mi az? Fingod nincsen, mi az a show business. Ha nem értesz hozzá. Jó pár magyar YouTube-os van, aki teljesen máshogy viselkedik élőben, mint ö, a YouTube csatornáján. Mert show business te show, tudod? Vagy valahogy el kell adnod magadat. Még ha azt úgy is kell, hogy botrányok árán. Hány, hány sztár van Amerikában, aki úgy lett híres, a botrányairól lett híres. És? Boldogan él, nem? Na, hát akkor meg... Miről beszélünk? Én még itt... Én dumálhatnék ám még itt egy órát ezekről a dolgokról. De minek? Tök fölöslegesen dumálok itt nektek, mert úgyse fogjátok megérteni. Mindig lesz olyan, aki az egészet úgyis egy nagy évbe le fogja szarni, és már csak az is beszól. Mindig lesz olyan, aki lesz, és nem néz utána a dolgoknak. Mindig lesz olyan, aki minden játékban jobb, mint te. Teljesen mindegy, hogy mit rakok fel, hogyan rakok fel. Ha a profim egy pályát, akkor is lesz olyan, aki megmagyarázza, hogy az már pedig nem így kell volna. Én ismerlek titeket, tudom, tudom, nem kell bemutatni a társaságot, tudom, hogy mi, milyenek vagytok. És ez, nem a, ez most nem a trollokról van szó. Itt jó pár ember kibaszottul komolyan gondolja azt, amit ír a kommentekben. És nem a trollokról van szó. Én tudom, hogy ki az, aki trollkodik, meg ki az, aki kurván komolyan gondolja azt, amit ír. Itt most az utóbbi időkben inkább a második volt érvényben, tehát aki, aki komolyan gondolja azt, amit le is írod most, most már a trollkodás az nem igazán van. Az most már kezd lecsengeni, mert rájöttek, hogy tök fősleg azt is csinálni. <tosz> Úgyhogy nem én egy emberek, <laughs> igazából saját magadoknak köszönhetitek ezt megint, hogy, hogy így, így jártunk. én meg csak anyázhatom magamat, hogy állandóan ilyen balfasz vagyok, hogy mindig engedélyezem a kommenteket, meg hogy így mikrofonozok, meg mit tudom én, hát igazából nincs értelme. Most felteszem ezt a videót, fogadni merek, emek dolgozni, hazajövök, már, már vagy 500 ember le lesz iratkozva rólam. De tudod mit? Nem érdekel, iratkozzál le! Nem érdekel, mert nem jön beled, se pénz nem jön beled, se nézettség nem jön beled, és nem érdekel, tudod? Iratkozz nyugodtan le! A másik csatornámon, ugyanúgy jön már a bevételem. Igen, már a másik csatornámon, amit csináltam, a harmadikat, mármint úgy, hogy harmadikat, hogy amit már harmadszorra csináltam, tehát amit, amit most nemrég, azon is már YouTube partner vagyok. És ez a lényeg, bazd meg hogy én el tudtam kezdeni harmadszor, és már nekem nem ez a direkciálni az első csatornám, nekem volt már egy csatornám, 400 valahány videóval, amit egyszer töröltek. Másodszor újra kezdtem, tessék, nézd meg, hol tartok. 97 millió megtekintés. És már megcsáltam a harmadik akkuntomat, akkontomat, és érdekes módon ott is jön a megtekintés. Akkor, akkor még sem a balfasz. És mit köszönhetek a magyaroknak? Semmit. Nincs egy magyar megtekintés azon a csatornán. És mégis van megtekintés. Akkor hogy a picsába van? Ezt magyaráz meg nekem, okos gyerek, akkor hogy a picsába van? Na? Na, erre válaszoljál most okostóni gyerek. Na ugye? Halvány, lila, fingod nincsen az egész dologról. Csak a szátok jár, a pofátok csak. De letenni az asztalra, bizonyítani, azt egyik költök sem tud. Mert olyan a csatornámra még nem jött ide pofázni, akinek nagyobb megtekintés lett volna, vagy nézettsége, mint nekem. Mondjuk a kettő ugyanaz. Vagy szubja, vagy meg, hát megtekintése, vagy, vagy feliratkozója. Olyan még nem jött ide nekem anyázni, hogy, hogy csak azok jönnek ide pofázni, akiknek semmi nincs a csatornájukon. Ezt mondd meg nekem ember szabású, hogy miért van ez így? Miért csak azzal ide dumálni, akiknek nincsen megtekintése? Mert aki még nem tett le semmit az asztalra, miért csak azért ne pofázni? Mert az, én elmondom neked, hogy miért. Azért, mert ő neki halvány, lila, fingja nincsen arról, hogy mi, milyen dolgokkal jár egy ilyen YouTube csatorna fenntartása. Neki egyszerűen nincs, nem tud belegondolni. Amíg valaki nem kap anyázós kommenteket, nem kap minuszolást a videókkal, nem kap fikázó videókat, nem, nem kap ilyen dolgokat, addig nem tudja belegondolni azt, hogy a másik ember hogy érez, amikor reggel fökkel, és azt látja, hogy megint tele van anyázva az összes videója. Nem tudjátok elképzelni. Bizonyosban barátom, hogy a nullából fel tudsz egy csatornát. Nem tudsz. Manapság már nem tudsz. Legalábbis te nem tudsz, hogyha azt akarod, hogy a magyarok nézzenek. Akkor már be is buktad. Ha arra akarsz menni, hogy a magyarok nézzenek, akkor itt el is buktad a rendszert. Akkor bele se Akkor bele se kezdjél. Egy, nem lesz bevételed, kettő lófasz megtekintésed lesz, ha csak nem csinálsz magadból hülyét a kamera előtt. Na úgyhogy, Ennyit lett volna akkor, hogy enged a videó, akkor remélem éveztétek a ezt a pár hetet, amíg indig tartott itt a nagy, ö, nagy magyarosítás, vagy bocsánat, nagy magyarítás itt most, ami volt. hogyha a kezdele is zárnám ezt a dolgot, mert én nem nézem tovább, amit itt szemeteltek az internetre. Nekem soha nem az volt a célem, hogy én azt nézzem, hogy ti mit akartok beírni, meg hogy, meg, hogy ki hogyan jobban megmondja, hogy jobban tudja megmondtam bizonyos be, hogy te jobban tudod, de úgy látom, ez a bizonyos be, hogy jobban tudod dolog, ez, ez arra jött ki. A végén már az lett a védjegyem, hogy én csak ezzel tudok védekezni, hogy, hogy mert hogy mindig ezt válaszolom vissza, hogy bizonyos be, hogy te jobban tudod. Igen, ismertiteket tudom, most már erre is tudtok válaszolni. Üh, igazából ez megint csak a saját szegénységi bizonyítványod, hogy csak ezt tudod már rám mondani. Üh, itt, itt, úgy néz ki, hogy megint nekem volt igazam ebbe a dologban aztán aki másik gondolja, azt éppen menjen fel a kis fórumjára, meg menjen fel a kis akárhova, aztán beszélgessék meg egymás között, hogy a Tirexi megint mit tett fel az internetre, meg mit csinált itt a közösséggel, meg hogyan beszélt az emberekkel, tett fel csak beszélgessé nyugodtan, én, én attól nekem nem lesz drágább se a benzin, nem lesz drágább nekem a kenyérse, se, ahhoz, hogy te ott kibeszélsz a kis fórumodon. De erre nem tudtak rájönni, hogy teljesen egy, hogy ti mit a hátam mögött, attól nekem nem lesz igazából rosszabb most azt hiszed, hogy én most letiltok itt mindent, akkor mert most, most leiratkoztak róla százan, meg ezzel, huha, ha ha, ha röhögél. De ne, nem fogja, tehát hiába iratkozik le 5000 magyar, bazd meg, hogyha abba az 5000 magyarból semmi megtekintés vagy bevétel nem jött. Tehát te, te saját magad a az itt igazából, akkor nem rajtam. Pocsem <hállt> meg, de ezt már ezt kikívánkozott most itt a pár napban. Hogy elküldjek megint mindenkit a halálfaszára már aki rászolgált. Nem is írom ki azt, hogy, 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 hogy kinek nem inge nem veszi magára. Az is tudja, hogy kinek szól. Aki meg, aki meg nincs tisztában az, hogy kinek szól az üzenet, az inkább akkor, akkor nem tudom, akkor menjen ő is a fórumra, azt menjen ő is anyázni. Tudom, hogy ezzel a videóban megint rengeteg embert ellen fordított. de tudod, mit nem érdekel. Nem érdekel. <laughs> nem érdekel mert hogy olyat köszönhetek a magyaroknak. Mit köszönhetek a magyaroknak? A fórum topikokat, amit rólam beszéltek, a fikázó videókat, meg az anyázásokat, ezt köszönhetem nektek. <laughs> És akkor 100k a szubben, ugye százka a meg új. Semmit nem jelent érted egy szám. A negyede nincsen magyaroknak a 100 a szubnak ember, elmondom nekem, negyede nincsen. Csak az a baj, hogy te mivel azt látod, hogy csak magyarok kommentelnek a videók alá, te a balfasz fel, de azt hiszed, hogy csak engem magyarok néznek. Mert hogy azoknak köszönhetek mindent. Hát nem barátom. Az a baj, hogy te a statisztikákban nem látsz bele, én meg azt, azt látom, hogy kibaszottul nem a magyaroknak köszönhetem itt a dolgokat. Csak az a baj, hogy nem értesz hozzá. Sorban pofázol bele, amihez, semmi között nincsen. Na mindegy. Viszontlátásra. Azt lehet menni más csatornához. Sziasztok. Hello.